Csatáné Barta Irénke Magfalván született a II. Világháború éveiben. Első versét 9 évesen írta, első verses kötetét 1976-ban adták ki. Versei 2000 óta jelennek meg rendszeresen, különböző hazai és határon túli irodalmi lapokban, antológiákban. Arszpoetikában is ezt fogalmazom meg, hogy nagyon kell vigyáznunk a fiataljainkra, hogy tudjuk átadni nekik azokat az értékeket, amelyeket mi is kaptunk az ősöktől. Természetesen a féltfejőzött anyanyelvünket, szokásainkat, hitvilágunkat és az istenkeresés őszintességét, és amennyiben lehet, próbáljuk őket a jó útra terelni, nem pedig az állértékek gagyival kirakott ösvényein bukdácsolni hagyni őket. 2011. decemberében mutatták be a legújabb kötetét, a Gyökerek éneke címmel, amelyet az ünnepi könyvhét keretében megszervezett író-olvasó találkozón is bemutattak. Ezek a versek az egész életutamat végigkövetik, úgyhogy benne van a bölcső, a bölcsőhely, a gyermekkor, a szülők, az iskoláim, a tüzes szívkohók, tanáraim, példaképeim, de benne van a táj szépsége. Én imádom a természetet, rengeteg fát, növényt ismerek. Szüleim már gyerekkoromban megtanították ezeknek a neveit, úgyhogy egész botanikus kerteket elevenítek meg a versenyben, de ugyanúgy téma a szerelem, a barátságok, a csalódás, és persze természetesen nem maradhat ki, ha már erdélyi gyökereim vannak, akkor nem maradhat ki a kötetből a kisebbségi sors kérdéseknek a problémája. Hát az egyik fejezet ebből a kötetemből pontosan az, hogy a Krisztus szegei között. Tehát ez pont megmaradni még ott, még akkor is, amikor nagyon nehéz, és fölvállalni a magyarságunkat akkor is, amikor nagyon sok megalázó körülmény van. De a székelyek erősen kitartanak a magyarságuk mellett, és egyáltalán a szívóságuk az közismert. A könyvek fontosságát, társadalmunk fennmaradásában betöltött szerepét emelte ki az ünnepi könyvhéthez kapcsolódó beszédében dr. Fekete Zoltán polgármester. A találkozó során a költő több verse is elhangzott a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület tagjainak előadásában.